A gazdasági növekedés a vártnál jobb lehet, az államadósság csökkentésével azonban továbbra is gondok lehetnek a GKI szerint. Változik a családi adóalap kedvezmény, jól járnak a kétgyerekes családok. Itt az új 10 eurós és újabb nagy bank vezére pesszimista a devizahiteles perek miatt. Ez a Privátbankár híradója 9 perccel 1 óra után. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok, már is mondom a részleteket. Javította az idei gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését a GKI gazdaságkutató. Eszerint a GDP 2014-ben 3%-kal, jövőre pedig 2%-kal bővülhet. A bankrendszert sújtó újabb 1000 milliárdos teher azonban jelentősen ront a fejlődési lehetőségeken, mondta Vértes András, a GKI elnöke. A gazdaságkutató idén és jövőre is 3% alatti államháztartási hiánnyal számol, az államadósság jelentős csökkenésére azonban nem számít. Az infláció a GKI szerint idén az év utolsó hónapjaiban már 1% körül lesz, míg az éves átlagos ütem 0,3% körül alakulhat. A családi adóalap kedvezmény változásával jövőre minden jövedelem sávban növekszik majd a kétgyermekesek nettó jövedelme. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nemrégiben egy lapinterjúban azt mondta, hogy idézem, 4 év alatt 770 milliárd forint bevételről mondhat le az állam a családok javára, a kétgyermekesek családi adókedvezményének megduplázása 60 milliárd forintot hagy jövőre az érintetteknél. Az egyik adótanácsadó cég, az RSM DTM most kiszámolta, hogy mit is jelent ez pontosan a kétgyerekes családoknak. Jövőre bruttó 121.211 forintos jövedelem felett a nettóbér havi 20.000 forinttal lesz magasabb, de már a minimálbért kereső szülők borítékjába is 13.000 forinttal több kerülhet minden hónapban. További részleteket a Privátbankár vezető cikkében találnak. Nincs nagy elmozdulás, a bankközi deviza piacon 312 forint fölött jár az euró jegyzése. Hiába reménykedtek a befektetők, a Standard & Poor's-nál pénteken nem változtattak Magyarország adós besorolásán. Kínában is lassult az állami cégek nyereségének növekedése egy friss jelentés szerint. A kínai pénzügyminiszter viszont épp hogy mérsékelte azokat a várakozásokat, amelyek egy újabb gazdaságélénkítő csomagról szólnak. A bankközi devizapiacon jelenleg 1 euróért 312 forintot kérnek tehát, egy svájci frankért 258-at, egy amerikai dollárért pedig 243 forintot. Holnap kamat döntő ülést tart a Magyar Jegybank, nagy izgalom nincs ezzel kapcsolatban a piacon. A várakozás szerint az MNB továbbra is 2,1%-on tartja majd az alapkamatot, ahogyan ezt korábban megígérték. Kedden kerül forgalomba az új 10 eurós bankjegy, de a régi 10 eurósokat sem vonják ki egyelőre. Az Európai Központi Bank közleménye szerint az új 10 eurós nehezebben hamisítható és könnyebben ellenőrizhető lesz. Korábban az 5 euróst cserélték le. Újabb devizahiteles pert tárgyal Magyarországon a fővárosi törvényszék, a bíróság ezúttal a Hévíz és Vidéke takarékszövetkezet ügyével foglalkozik. Most is arról kell dönteni, hogy tisztességesek-e a magyar állam ellen pert indított pénzügyi intézmények egyoldalú szerződés módosításai. A Raiffeisen vezérigazgatója nem sok okot lát az optimizmusra a devizahiteles ítéletek ismeretében, szerinte az akkor érvényes jogszabályoknak megfelelően nyújtották a hiteleket, ezért megvizsgálnak majd minden fellebbviteli lehetőséget. A bankvezér a Napi Gazdaságnak adott interjújában megismételte azt is, hogy nem adja el magyar leányvállalatát a Raiffeisen. A budapesti értéktőzsdén a vezető részvények közül egyedül az OTP és a MOL veszített értékéből a pénteki záráshoz képest, az M-Telekom és a Richter pedig erősödni tudott, az M-Telekom nagyon szépen 2,6%-os pluszban áll jelenleg a pénteki záráshoz képest tehát. A Magro Gabona Index összességében nem változott, miután csökkent ugyan a búza ára az elmúlt egy héten, de a többi gabona fél árának mozgása kompenzálta ezt a csökkenést. További részletek Németh Istvántól, a magro.hu ügyvezetőjétől. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Valóban nem változott a Magro Gabona Index, és jelen pillanatban 9746 ponton állt. Ahogy az elhangzott, a búza ára 2%-ot csökkent, és ezzel az étkezési búzát 51.900, a takarmány búzát pedig 40.500 forint környékén adták, illetve vették.
A kukoricára is stagnált, mind igaz ez mind az ókukoricára és az új kukoricára is. Az új kukoricát 30-38 ezer forintos áron kötik, tehát átlagosan olyan 34 ezer forint környékén. A kukorica ára a közeljövőben lassan emelkedhet, a búzánál inkább a csökkenés a valószínű. Mitől függ ez? Mi ennek az oka, hogy ez még tovább csökkenhet? A globálisan nagyon magasak a termések, és egyszerűen túl kínálat van búzából, még akkor is, hogyha Magyarországon mondjuk az étkezési búza az viszonylag kevesebb termett az idén. Német Istvánnak köszönöm a jelentkezést, önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb délután 4 órakor lesz a Privátbankár oldalán híradó, addig is olvassanak bennünket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.